Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás. Mielőtt elkezdeném ezt a jóslást, szeretném közölni veletek, hogy ezen a héten, most hétvégén nem lesz általános videóm. A három kérdőjeles sem, és a mizó is sem, de hétfőtől újra készítem ezeket a videókat. Jelenleg van körülbelül 150 jóslásom, amit el kell, hogy készítsek, mert én nem csak magyar területen, hanem német nyelvű területen is dolgozom, rengetegen hívnak, telefonon is, igen, meg Skype-on keresztül is, és egyszerűen nincs rá időm, hogy most ezeket a videókat elkészítsem, mert szeretném a jóslásokat csinálni, hogy ne kelljen olyan sokat várni ezekre a felvételekre. És most a hétvégi jóslás, péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a képek mutatják, mi történik a pénteki napon. Itt van egy életút, de ott vannak ezek a kövek, ezek nehézségekre utalnak. Ezt meg kell oldani, de lesz ebben szerencse, és hihettek abban, hogy lesznek újdonságok, vagy egy hír, vagy egy új kezdet. Természetesen ez a kép mutatja a gyermekeket is, azok is szerencsét hoznak, meg sok boldogságot és örömet. De ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, mégpedig utal az újdonságokra, és az meg van írva a csillagképekben, a szerencsét hoz, lesz itt egy változás, egy fordulat. Szombat. Itt ezek a kártyák mutatják azt, hogy mi történik a szombati napon. Itt ez a kép jelenti azt, hogy valaki ver bennünket, szimbolikusan gondolom én ezt most, de valami van, ami fáj. Ezek itt szívfájdalmak, vagy a jelent illetően, vagy jönnek az emlékek, és ez a múlttal áll összefüggésben, de a kezünkbe vehetjük ezt a kulcsot, legyünk magabiztosak, és vagy nyitottak, vagy zárkózottak. Ezzel a kulccsal lehet egy szívnyitás, vagy egy zárás, attól függően, hogy ő hogy viselkedik. Ha megbánt bennünket, ez utalhat erre, ez a kártya, akkor legyünk zárkózottak. Ha ez a múlt volt, és ő bocsánatot kér emiatt, akkor nyissuk ki ezt a szívet, mutassuk ezt a nyitottságot. A szombati napot megbeszéltük, és most áttérünk vasárnapra. Itt ezek a kártyák mutatják azt, mi várható vasárnapon. Ez a kereszt utalhat vallási témákra is, de szimbolizálja a sors utunkat. Itt két út kereszteződik, az egy szerelmi kapcsolat, egy lelki kapcsolat. Vagy most a mi élet útunkon elértünk ehhez a kereszteződéshez, ahol le kell lassítani és figyelni az eseményeket, feltenni a kérdést, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt fontos döntéseket hozunk. Ez a hajó utal a reményekre, tehát minden jól alakul. De mutatja a lelki dolgokat is. Egy lelki út, egy párkapcsolat, egy kármikus párkapcsolat. Azon kívül ez a hajó szimbolizál külföldi kapcsolatokat is, vagy egy utazást. És miután mi itt döntést hoztunk, akkor következik az,
hogy könnyű lesz valami, lesznek beszélgetések, és érezzük ezt a könnyűséget, valamit magunk után hagytunk. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!